Itt egy sorozat, amit hatalom gyűrűinek hívsz, lovaglós, lassítós jelenetekkel rakott tele. Ez feltételezné egy előzetes utalást arra, hogy ő ezt mennyire szereti, és milyen rég tehette meg. Lehet, hogy ezt elképzelte, vagy volt egy ilyen azt, amit kivágtak egy akkora ollóval, hogy nem férne el a szobába. Galadriel karaktere sokat foglalkoztatta az embereket. Próbáltak valami morális fejlődés adni neki, ami szerintem nem rossz dolog, az egy kicsit sok volt az elején, de biztos, hogy megmaradt mindenkiben, hogy milyen kemény. A magasan a legjobb, az az Adar Galadriel beszélgetés. Olvastam olyan kommenteket, hogy ebben olyan ideológiákat látnak bele, hogy én majdnem sztrókot kaptam. Én nem tudom, tehát hogyha valaki emiatt nem nézi, hogy rövid haja van benne néhány tündének, akkor megijedtem, hogy elfogyott a pénz, útról lenne térj, és sohasem egyedül jársz. Megállíthatatlanul megy a fejembe. Hogy akartam, hogy lássunk halott hobbitokat? Hát sikerült. Összességében a legjobb, elrondos Durin. Abba minden volt szerintem. Az a baj ez a balrógal, hogy olyan, mintha lenne egy pisztoly a szobába, amit mindenki tudja, hogy el kell sütni. Egy rész alatt, 30 percben megkovácsolod a hatalomgyűrűt, amiről a sorozat szól, és ami amúgy 50 órás, 5 évados. Három órán keresztül kovácsolja a gyűrűket. mostha most azt mondanák, hogy üljek le és nézem, de még egyszer nem mondanám azt, hogy inkább fölkötöm magam, hanem leülnék és megnézném. És élvezném is. Továbbra is a remény hal meg utoljára. Sok remény sose volt. Csupán egy bolondi. Sziasztok, itt a zöld Sziasztok. És már hiányzott ez. Mikor is volt utoljára? Szeptember, október. Lehet, hogy november, de inkább október, vagy szeptember. Hát, hogy abból, hogy ott még vannak betározva dolgok, ez nem fog látszódni. <laughs> mert hogy lehet, hogy úgy tűnne, mintha most vettünk volna föl ötödde közben. Azokat már rég fölvettük, csak nem kerültek ki. Lusták voltunk megvágni, de hát most visszatértünk, és tudom, hogy ez most egy olyan adáskategória, amit igazából a statisztikák alapján látom, hogy ti nem nagyon szerettek. Ezek a legkevésbé hallgatottabb adások, amikor teorizálgatunk a sorozattal kapcsolatban, amikor egy másfél perces trélerből több órás kibeszélőt csinálunk, ugyanakkor személy szerint én ezeket a tartalmakat élvezem legjobban, és picit így a sok törpös lóradás így egymás hegyén hátán kicsit az anyamra is ment. Kicsi statikus volt. Mindig hát, fölkészülni, fölmondani azt, amit elolvastál előtte, vagy kiegyzeteltél, az... de azt is meg kell csinálni néha. De azt is. Sőt, ha belegondolok, akkor igazából előtte Gollan meg Sauron volt. Rengeteg ideig most csak a lórral foglalkoztunk. A jövőben szeretnénk kicsit változatosabban összeállítani az egymás követő adásokat, már ahogy lesz időnk ezeket felvenni. Igyekszünk mostantól kicsit konzisztensebben visszaállni, és hát pont ezért is gondolkodtunk azon, hogy a hatalomgyűrűvel térünk vissza, hiszen már nagyon kéne jönnie annak a bizonyos előzetesnek. Igen, mert most már az első évadnak a premierje másfél éve volt körülbelül? Kb. És az első előzetes is ilyen január-február környékén ment ki. Igen, bár, bár, hogyha most idén szeptemberbe fog kijönni, bár hát akkor nem tudom, mit csinálok. Lehet, hogy idegösszeomlás közeli állapotba fog kerülni, mert hogyha minden évadra két évet kell várni, akkor ez az egész öt föl fog elelni tíz évet, nem még belegondolni is rossz. Jó, most te lehet azt mondani, hogy a strike miatt csúszott ez az egész, és emiatt sajnos pontos timeline nem tudunk így a megjelenésekkel, meg egyébbel kapcsolatban. Kicsit vészjósuló volt, hogy az Amazon Prime most összefoglaló videóban meg sem említették, pedig ez viszonylag egy nagy cím, ugyanakkor így a kiszivárgott, meg egyéb belsős információk alapján jelenlegi állás szerint mégis ki akarják hozni 2024-ben a második évadot, és megint akkor egymásnak ugrasztani a sárkányok házával. Ami nem biztos, hogy feltétlenül szerencsés, szerintem. Kis vállalás. Ez nem baj, mert hogyha azt akarják, hogy reprezentatív legyen, hogy sikerült-e fejlődniük, vagy fön tudták-e tartani az érdeklődést, akkor ez egy jó teszt erre az adásra készülve végignéztem a korábbi adásainkat, meg a sorozatot is újra néztem. Én éppen, én is egy hónapja körülbelül végignéztem, karácsony körül újra. Pont azon gondolkoztam, hogy igazából, hogyha meg lehetne úgy vágni, hogy tök jó lenne. Van néhány rész, ami rettentő módon kizökkent, de úgy összességében meg vannak benne tök jó részek. Én is hasonlóra jutottam ez alatt a másfél év alatt nagyon a véleményem nem változott. Többszöri újranézés után is ugyanazokkal a pontokkal vannak ugyanazon gondjaim, mint legesleg első nézésnél. Egyedül talán a, amit nagyon szíttam az első-második rész kibeszélőben, amikor a beleriándi csatákat úgy össze-vissza keverték, de aztán ugye tisztáztuk, hogy azok a jogi dolgok miatt alakultak úgy, ahogy, de a maradék három fő problémám azóta is fönnáll. Az egyik a mitril, a másik a balrog, a harmadik pedig az egész hatalomgyűrői kovácsolás. Nagyon úgy néz ki, hogy a második évad ezekre választ fog adni, aztán, hogy majd ezek a válaszok nekem tetszenek-e vagy sem, az már egy más kérdés, nagyon úgy eszkalálódnak a dolgok, hogy a második évad az főleg a sötét évekről fog szólni. Szerintem egyébként még az alapján, amiket olvastam a második évadról, meg amiket nyilatkoztak a, ugye a során örök, meg a, a színészek, a lehetőség megvan még arra, hogy kihozzák úgy, hogy jó legyen, de attól félek, hogy, hogy nem úgy lesz kihozva. Itt konkrétan a kiszivárgott infók bizonytalanítanak el, vagy alapból van egy ilyen érzésem? Én, én ugye abban látom a potenciát, amiről fogunk beszélni, hogy mondjuk a sauron több színész játsza, és itt lehetőség lenne olyan flashback csinálni, amik kell megmagyaráznának pár előzetesen felmerülő kérdést, hogy miért gondolják így, ahogy gondolják, vagy miért alakult úgy, ahogy alakult, de attól tartok, hogy ezek nem biztos, hogy meg lesznek magyarázva így, ahogy én szeretném. Térjünk is rá arra, hogy ezt az adást hogy építenénk föl. Először is tisztáznánk azt, hogy minek kéne történnie elméletben a könyvek szerint, és akkor utána rátérünk az új szereplőkre, a már meglévő szereplőkre, és hogy az egyes történetszálak hogy ívelhetnek át a második évadba, majd onnan tovább. Lehet, hogy ezt az adást majd két részre mondjuk. Attól függ, hogy milyen terjedelmet hozunk össze, illetve hogy megszakítja bármi is a felvételt. És akkor azt már rögtön most leszögeznénk, hogy igen, ez az adás spoileres. Két szempontból is. Egyrészt spoileres, mivel megbeszéljük, hogy mi történik a könyvekben, és hogyha szerencsénk van, egyébként az fog történni nagyjából a sorozatban is. Másrészt, hogy amint említettük, vannak kiszivárgott, illetve félig meddig bejelentett információk a második évaddal kapcsolatban. Itt majd újra hangsúlyozni fogjuk, hogy ezek spoileres szekciók, tehát aki a könyves dolgokra akar maradni, az, az maradhat, és aki már nem érdeklik az ilyen kézzelfoghatóbb infók, azoknak majd jelezni fogjuk, hogy mikor hangzik el ez a rész, és akkor a még időben abba tudják hagyni az adást. Hát mondjuk azért ezek a spoilerek is olyan spoilerek, hogy valószínűleg így lesz, de akár teljesen fals is lehet. Vagy részben fals, vagy, tehát, vagy, vagy bármire van esély. Hát igen, azért az első évadnál is voltak komoly líkek, hogy Ungóliánt meg fog jelenni Morgottal együtt, aztán ebből mégsem lett semmi, utána aztán kiderült, hogy Morgott mégis szerepelhetett volna a sorozatban, tehát voltak olyan bázlatok, amikben megjelent, ezt küldtem is neked, hogy igazán hmm. nekem annyira a tetszésemet nem nyerte el, tehát inkább ilyen császáros, Morgottot számomra kicsit robosztusabbnak képzeltem el egy leírás alapján, olyan szempontból érdekes, hogy ezek szerint azt akarták kihozni az egészből, hogy morgott láncsája, amivel elpusztította két fát, azt a láncsát viszi tovább majd Sauron a másodkorban. Pusztán ennyi volt az érdekesség. Lassan már két éve, amikor elkezdtük az podcast podcastet, már akkor beszéltünk arról, hogy hogy osztanánk föl a sorozatot évadokra. Tartom magam ahhoz, hogy ott egy elég szép évet felvázoltunk, ami nagyjából sztori és dramaturgia szempontjából is stimmel. Kár, hogy nem fizetett érde senki. <laughs> Majd egyszer. És ott igazából volt egy vitánk, végül neked lett igazad, hogy én azt mondtam, hogy a második évad fog szólni a hatalom a kovácsolásáról, te azt mondtad, hogy az már az első évadban meg fog történni viszont ez felveti azt a kérdést, hogy akkor hogyan tovább. Még mindig tudjuk, hogy az utolsó évad az az utolsó szövetség csatája, illetve valószínűleg a Sauron gondorral való háborúja, Minas City elfoglalása, negyedik évad akkor értelemszerűen Numenor végromlása, ott van a nagy kérdőjel, ami most előttünk áll, mi lesz a második és a harmadik évad főcselekménye mindig mondtuk, hogy a másodkor az egy egészen hézagos históriával rendelkezik. Tulajdonképpen a nagyobb események, amik itt történnek, azok a gyűrűkovácsolás, Sauron és a tündék háborúja, Numenor végromlás és az utolsó szövetség csatája. Nem tudom, hogy te hogy vagy veled, én az évszámokat most hanyagolnám, mert hát láttuk, hogy a sorozat mennyire tisztelt ezt. Hát ez biztos, hogy semmi relevanciája nem lesz a kronológiai sorrenden kívül, de lehet, hogy még annak se. Igen, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy bizonyos esetekbe társítani fogunk hozzá konkrét évszámokat, de csak így nagyjából az, hogy minek kéne történnie. Tehát azt tudjuk, hogy elkészült a három gyűri. Az a másodkor 1595. évében volt. Innen, aminek történnie kéne az az, hogy egyrészt Sauron elkészíti az egy gyűrűt, mely hatalmával befejezi Glorfindel építését, Glorfinder és a két kék mágus, hogyha a kék mágusok, illetve az istárok azon verzióját nézzük, akkor visszatér középföldére. Sauron háborút akar indítani, és ez már összegyűjti a keleti embereket, de ezen tervét a kék mágusok megakadályozzák mégis háborút indít Eriador és a tündék ellen, közben a hármat elrejtik, Sauron kifosztja Eregiont, megöli Celebrimbort, megkaparintja a kilencet és a hetet, közben Elrond elmenekül Keleborna és megalapítja völdzugójt, Gilgalad és Kirdan visszaszorul Lindomba, Sauronnak ezt még nem sikerül bevennie, ugyanakkor egyre több tünde hajózik nyugatra a kikötőkből, a törpök bezárkóznak kazadumba, bosszúból, mert a törpök segítettek az Eregióni tündék menekülésében, Sauron a törp birodalmakra úszítja az orkokat, elesik gundabad, a kezedumi törpök kapcsolata megszakad rokonaikkal, majd jön Minasztír serege, ami megsegíti a tündéket, és legyőzik Sauront Gvatlónál 1701-ben tovább nem vinném, mert... Akartam is kérdezni, meddig akarod, mert akkor én nem tudom, elmegyek inni egy kávét, vagy elmegyek vagy vacsorázok. Most ez így tök jó múlt, ugye, hogy így elmondjuk, csak ugye már az is fölmerül kérdésnek, ugye, az, hogy, hogy, mi fog történni a sorozatban, hogy egyáltalán a többi gyűrű már megvan egy kovácsolva, csak mondjuk nem láttuk-e azt. Illetve az, hogy a, a Tarm a sorozatban nem is nagyon, tehát hogy itt így, így nincs igen. Ami kérdéses, tehát innen a másodkor történetében a sztori főleg azzal foglalkozna, hogy Numenoron itt a hűségesek és a királypárti a közti viszonyhod alakul, de ezt nyilván a sorozat elintézte azzal, hogy már most van egy alparazónunk. Amivel ez a történet kimarad. Hát ott gyakorlatilag skippelték az utolsó, mit tudom én, 40-50 évre lehet, hogy nem pontosan jól mondtam, lehet, hogy több, de hogy ott arra az utolsó x évtizedre át átvitték az egészet. Egész sok, tehát a Sauron 3262-ben kerül Numenorra, és ha azt veszük, hogy 1700-zal mondjuk lezárják... Nem Csak arra gondolok, hogy a, nem az utolsó, mint tudom én, három generáció mutatják be, vagy utolsó ötöt, hanem csak az utolsónak a végét. Így, így már értem. Remélem, hogy azért valamilyen szinten lesz benne időugrás. Én ezt most a második évadra nem tudnám elképzelni. Egyrészt ugye ott van Isildur, akinek a sorsáról nem tudunk semmit. Úgyhogy már csak amiatt sem hinném azt, hogy itt nagyot fogunk ugrani az időben, az első évad vége és a második évad elejéhez képest, ahol szerintem ezt a ugrást, ami egyébként szükséges olyan szempontból is, hogy Isilduréknak fel kell nőni, gyereket kell nemzenie, Háromnak is össze kell jönnie a tehát itt ténylegesen valahova be kell iktatni majd egy vagy több ugrást az időben, de hogy szerintem ez a második évadban még nem fog megtörténni. Jelenállás szerint én azt mondanám, hogy a fekete éveket bontják két részre. A második évad valahogy fölvezeti a dolgot, és a harmadik lezárja. Ki tudom nézni azt, hogy a sorozatban megjelenített sötét évek vége lesz az, ahol Arparazon elviszi Sauront Numenorra. Nem feltétlenül fognak itt hagyni ezt a több mint ezer évet, hogy Sauron ott legyen középföldön, és nem kezdenek vele semmit. Ugyanakkor, ha meg a másik oldalt nézzük, akkor ezek a vakfoltok azok, amit a sorozat alkotói kihasználhatnak arra, hogy a kreatív szabadságuk az szárnyaljon gondtalanul. Hát csak akkor legyen egy évad 16 részes, és részenként másfél órás. Én meg fogom nézni, garantálom. <laughs> Maradni fogunk a nyolc részben, azt már erőre biztos vagyok. Ezt utólag utána néztem, és nagyon sok sorozatnál van így, hogy nyolc részesek. Ezek valami jogi szabályozásoknak köszönhetőek az ilyen adaptációs dolgoknál. Ezt a jogoknál is megbeszéltük. Ezt csak azért mondom, hogy mert hogy beszéltünk arról is, hogy vannak benne történetszálak, amik elviszik a fókuszt a fő cselekményről, és nem biztos, hogy adnak, annyit adnak hozzá, hogy azzal kéne tölteni órákat. Egy bizonyos szerelmi szára gondolok ez alapján, amit te pedzegettél. Például arra, igen. Jó, és akkor, hogyha már te fel ezt az egészet, amit most szépen felsoroltam, események, te mit tippelsz, hogy hol lesz a második évad vége? Egy nagy összegben merek fogadni, hogy Eregion körül most nem tudom, hogy mondjuk pont még az még belefére, hogy völgyzugoly meg van alapítva, vagy hogy de az mondjuk egy jó vágókép lenne a végére. hogy meg bemennek, izé, Imladris völgyébe majd menekülnek és akkor a harmadik évadban mit raknál? És most elnézést kérek a hallgatóinktól, hogy a harmadik évadot is pedzegetem, de itt az előző gondolatmenet miatt muszáj, hiszen egy témát osztanak majd két évadra. Az biztos, hogy ugye utána még történnek dolgok, ott ugye elmegy a, az egész a Godfreyi csatáig, utána jönne egy kis csönd és valamikor utána elvinnék Sauron Numenorba, az biztos, hogy a harmadik évad vége az lesz, hogy elviszik. Most az, hogy annak pontosan hol lesz vége, mert akár onnan is elvihetik, akár mit tudom én, az is lehet, hogy ott vége, és egyszer csak hogy tudom, úgy van valahol vége, hogy a harmadik évadnak, hogy attól teljesen függetlenül egyszer csak így feladja magát, hogy ne egyszer vigyetek. Igen, én is valahogy úgy tippelem, bár az eddigi tippeléseim nem jöttek be itt a sorozat felosztásával kapcsolatban, de én is valahogy a region köré tudnám összpontosítani a második évadnak a katarzisát, aztán meglátjuk, hogy hogy sül ez el. Viszont az új eseményekbe hoznak új szereplőket is a meglévő egészen szép és gazdag stáb mellé. Ki az, vagyis kik azok, akiket te semmiképp nem hagynál ki a második évadból? Hát akit semmiképp nem hagynék ki, az a Nárvi, ő az első, meg a Kírdan. Ezeken kívül mindenki kihagyható, attól függetlenül, hogy fontos-e vagy sem. Kelebb té én még ide sodorolnám. Ez fontos lenne, de hogyha azon múlik, hogy ki kéne hagyni, akkor őt még ki tud, el tudnám képzelni, hogy ki van hagyva. De nyilván, nyilván sejtem, hogy benne lesz. Nekem is ugyanez a párosítás, hogy Nárvit egyrészt be kell hozni, hogy az eregi tündék és a törpök barátságát így erősítsék, illetve valakinek oda kell tenni azt a kaput, amin a szövetség be tud menni. Pusztán egy ilyen oka is van. Kirdan a másik, akinek tényleg ott kell lennie, Kele Born, akinek meg azért, hogy hát megoldjon bizonyos olyan problémákat, amiket az első évad felvetett, vagy hát nem is biztos, hogy probléma tekintve, hogy ha megnézzük azt, hogy maga Tolkien mennyit szenvedett azzal, hogy Galadiát és celeborn t elhelyezze az új időben, illetve az ő eredetüket kialakítsa egy gyűrűk után és hát ugye a sorozat alkotói egy teljesen más, eddig ismeretlen értelmezést használtak, ami alapján kíváncsi leszek, hogy Kelebornál mit fognak alkalmazni. Vagy az lesz, hogy Sauron tömlöcében sínlődött egészen eddig, vagy tényleg meghalt, és ő jön vissza Glorfindellel együtt. Vagy mint Glorfindel helyében. Ennek nem örülnék szegény Glorfindelt, akkor mindenből kihagynák, pedig megérdemelni, hogy ott legyen. <laughs> Glorfindel szerencsétlen a Peter jackson és a Ralph Bugs-is verzióból is kimarad. Akkor mondom azt, hogy párba, de hogy, hogy Kelebornak valahogy vissza kell térnie középföldére, és valahogy Kelebriánnak meg kell születnie. De végül hogy hogyha elhúzzák a sötét éveket, akkor ez megoldható. Igen, még Glorfindel az érdekes, hogy behoznák el, és hogyha igen, mikor. Pont amiatt, hogy ennyiszer kihagyták, szerintem kicsit hype fognak köré építeni, hogy na végre most megmutatjuk azt a karaktert, akivel eddig senki semmit nem törődött. Én inkább lehet majd a harmadik évad a csúsztatnám el. Én ezen elmélkedtem már, hogyha glorfinder behozzák, akkor még behoznak az így is fontos kapitány 10 darab karakter mellé még egy 11 -et akiről mindenki akar majd képernyőidőt. Nem biztos szerintem, hogy meg kéne mutatni, hogy itt van. Nem biztos, hogyha nagyon erőltetni kéne. Hogyha jól csinálnák, egy jó színész leszereződtetnék, meg -e Aztán csinálnék egy angmaros sorozatot, amiben ő lenne a főszereplő. És én már előre megvenném a 10 kg popcornt. Egy angmar feldolgozás nagyon hiányzik. Glorfinder kicsit félre rakva van egy meglévő szereplő gárdánk, és nyilván felmerül az a kérdés, hogy tudják őket menedzselni az írók, mert ha minden évadban jönnek a kötelező karakterek, plusz a sorozat által kitalált karakterek, és nem nyírunk ki senkit sem, és most tényleg csak a főbb karakterekről beszélek, akkor viszonylag hamar fel fog dúzzadni annyira ez a stáb, hogy egyszerűen szét fog esni a történet, és nem fognak tudni senkinek emlékezetes párbeszédeket, karakterfejlődést adni, mert egyszerűen olyan sokan vannak, hogy ahogy te mondtad, nem fér bele ez a évadonként nyolc részszer egy órába. Ezért mondtam, amit mondtam a Glorfindernek a kapcsán is, mert nem nagyon, most nyilván vannak karakterek, nem feltétlenül akarom fősorolni, le van kb. 10 akik nem halhatnak meg, mert hogy a történet szerint nem halnak meg, és ők a központi figurája ennek az egésznek. Tehát nem halhat meg, mint amilyen gírkalad a második évad közepén. Most nyilván a Kelebornak, hülyeséget beszélek már, a Kelebrimbornak a helyére majd be lehet hozni egy új, új, új karaktert, de mondjuk, ha itt, így kicserélik a Kelebrimbort a Kelebornal, akkor már meg is van a helyére azonos képernyőidőre, karakter. És ahol még tudnak nyírbálni, azok az eredeti Amazon original karakterek. A Bronvira már elég sokszor a hará árnyéka borult, és szerintem a következő ilyen alkalmat ezt egyszerűen nem élheti túl. Hát igazából, hogyha az ő is történetüket lezárják, akár happy ending akár nem, bár nekem kicsit jobban tetszene, hogyha nem lenne az, és mondjuk annak vége lenne a második évadban, akkor ott megint nyernének képernyőidőt, és akkor el tudtak mondani egy kis történetet a történeten belül. Erre mondjuk lehetne használni az ilyen originál karaktereket. Ja, hát ezekkel tudnak játszani. Most akkor így belegondolva, és ezt tudjuk csatolni a karakterekre, hogy kicsit úgy átnézve, hogy, hogy mi számíthatunk, hogy nagyon jó, szerintem nagyon jól kezelte a sorozat az, hogy több szálon futottak a cselekmények, mégis valahogy összekötöttek. És akkor ilyen szempontból most, hogyha már Bronvinnál és Arondírnál tartunk, akkor hallottuk azt az első évad végén, hogy ők Pelárgír felé tartanak. Ez egy régi Numenóri kikötő volt, ami nem tudjuk, hogy jelenleg milyen állapotban van, mert ez főleg a hűségesek bázisa volt. Itt fognak letelepedni. És egyébként ez illik a Lorba is úgy mond, hiszen gondor ezen környékén Lebeninben olyan emberek érnek, akik annó Szauron árnyéka elől menekültek oda, és az ő uralma alatt értek egykoron. Tehát, hogy meg lehetne alapozni azt, hogy ezek a délföldi emberek a lebenini gondoriak ősei, és ha már ezen a környéken vagyunk, akkor megint majd az új karakterek, nyilván ez még tényleg nem a második évad, de az ötödik biztos, akkor ide lehetne majd behozni Dunharó és a Hold király népét. Az ő szálukat lehetne összekötni a délföldiekkel, ha már csak azt nézzük, hogy földrajzilag hol vagyunk. És akkor az más kérdés, hogy Teóból csinálják meg a királyt, vagy behoznak egy új karaktert, tök mindegy. De hogy az ő szálukat így tudnám elképzelni, hogy valahogy a holt királyhoz kötik, illetve majd az, hogy amikor Isildur és Anárion a végromlás után beér ide a kikötőbe, akkor esetleg ők segítenek nekik megalapítani gondort. És én ezt a szállat máshova nem tudnám nagyon vinni. De már csak azért is, hogyha azt nézzük, hogy földrajzilag elég korlátozva vagyunk. Az más kérdés, hogy ennél jóval nagyobb utat megtett Galadriel és a halálosan sérült Halbrand egy csettintésre az utolsó részben, de... Hát quick travel. Oh. Igen. Még mindig jó, mint a Witcherben lévő. Na mindegy, ez felsően De hogy érted, én az ő történeteket erre a régióra tudom szűkíteni. Igen. <laughs> Igen. A másik még közben eszembe jutott, hogy ugye amire még kell majd időt szánni, ha csak nem ilyen teljes titokzatosságban lesz, az, hogy kik lesznek a nazgúrok. Ez az egyik kedvenc topikom. Alapvetően a gyűrűk urán belül is, de már is, hogy így a sorozatnál, hogy igen ám, hogy akarva, akaratlanul eljutunk -e a regionhoz? nem tudjuk, hogy hogy fog végződni a második évad, de a harmadik évad már be kell hozni a nazgulokat és ha nem is mind a kilencet hozott be, mert én még vallom azt, hogy ahogy Tolkien is mondta a boszorkány úr, illetve a kapcsán, hogy még az ilyen mítoszokba is kellenek a rejtélyek. Támogatnám azt, hogyha például mondjuk a boszorkány úr kilétét nem tudjuk, de tudja, hogy ki fognak rá találni amire azt hiszik, hogy milyen frappáns és eredeti, de hogy például azt, hogy mondjuk akkor nem mind a kilenc nazgul eredetét tudjuk, hanem mit tudom én ötnek vagy hatnak, de azt az öt vagy hat nazgult is be kell hozniuk már egyet-kettőt belőle már a második évadba, mert ugye még ott van hét törp, amiket viszonylag őket szerintem gyorsan le lehet rendezni. Ott nincs olyan nagy veszizdesz arról, hogy velük mi lesz, meg őket nem befolyásolja olyan mértékben a gyűrű, mint az embereket. Igen, meg azt lehet, hogy meg lehet oldani, ahogy hívják hon kívül a kezeddúmon kívül ilyen kátszínekkel, vagy akár, vagy még akár csak egy hogy itt meg ott járt, és akkor... De a, a, a nazgulokat mindenféleképpen valamit legalább a kamóra legalább valamit kell. Akkor azt meg, hogy az ember át tudja élni a jelentőségét, ahhoz meg valami kelleni fog. Nem, le, nem jelentett csak meg úgy, hogy ne szedte vagy, és akkor holnaptól meg már... Hát, hogy nem lehet ilyen gyorsan nem fogod tudni kihozni, tehát hogy, hogy átélhető legyen. Figyelj, szerintem, és ez innen átvezet akkor, hogyha a délföldiek sztoriát megbeszéltük nagyjából, hogy meg nem nevezett Istár és Norinak a szála Kamul köré fog összpontosulni, tehát hogyha ott nem is személyesen, de meg fog jelenni, ugyanis ők mennek keletre. Már pedzegetve volt ez a Sauron kultusz, itt a misztikusok által, a három nőci által, tehát szerintem Kamulnak már lesz szerepe a második évadban, és ugye, meg hát amit mondtam is, hogy valahogy az Istárok most, vagy a Kékmágus, vagy Gandalf, de valamit kell ott csinálni keleten, és szerintem a, a hobbitos Noris szállat azt Kamullal fogják összemosni. Szintén a földrajzból adódóan. Ja, hogyha tippel nem kéne, akkor nekem is ez lett volna a tippem, de ugye ez még mindig csak egy a kilencből, és azért úgy gondolom, hogy nem egyet fognak. feldobom a magas labdát. Szerintem már láttunk nazgulokat az első évadban. Nekem kettőre van tippem. Erős tippem. Fogadjunk, az egyik a Valdreg. Talált A másodikra nincs. Parazonfia. És én félek, hogy belőle fogják csinálni a boszorkány urat. Hát az eddigi karakteréből elég nagy csalódás lenne, de hát remélem, hogy nem lesz igazad. Figyelj, ha már az elején OP lenne, akkor nincs karakterfejlődés. Akkor meg unalmas lenne az egész. Én erre tippelek, hogy Voldriget pusztán azért, mert oké, okay, hogy fontos szerepe volt azzal, hogy kinyitja a kaput, de hogy nem ölték meg és valamire tartogatják, és hogyha nem is konkrét Nazgul lesz belőle, de el tudom képzelni azt, hogy mondjuk rajta is ki Sauron, hogy hogy lehet, hogy lehet lidérceket készíteni az emberekből, neki valamilyen szerepet szánok, uh -huh. mert tényleg szerintem oka, tehát valami oka kell, hogy őt életbe hagyják, és ezért gyanús. És tudjuk a Nazgulokról azt, hogy egyrészt a Nazgulok kapcsán két ilyen nagyobb téfit van, az egyrészt az, hogy ilyen fekete köpenyekbe pózolgatnak fekete lovasokként, tehát a, a, fekete lovas alakjuk igazából a gyűrű háború kezdetén lett olyan, tehát előtte nem tudjuk, hogy most mit tudom én, a páncélbar hangáltak, vagy... Meg ez, én sose úgy képzeltem legalábbis el, hogy kedden megkapta a gyűrűt, szerdán meg már az fekete köpenybe ugrabugrált, hanem itt valahogy én úgy képzeltem az élete végén nél egy, egy ilyen valamilyen átmenet, de hogy nem, úgy úgy képzelném el nagyjából, mint mondjuk ahogy a Teoden kinézette, amikor a ezt akartam volna megfogalmazni, amire gondoltál. <gül> 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 És akkor itt már lehet az a hogy a gyűrűviselőnek a személyéhez van kötve, hogy milyen hamar lesznek az árnyék szolgái és akkor itt például lehet játszani, hogy Voldrick hamarabb, és azt is másik pedig, amit akartam mondani a gyűrűli kapcsolatban, hogy nem mindegyikük volt feltétlen már hadúr, király és varázsló, hanem a gyűrűk által lettek azok. Ezt szerintem beszéltük a hatalomgyűrű gyűrűs adásunkban, is, vagy valahol biztos, hogy most, hogy fixen ilyen nemes alakok voltak-e, mert hogy Sauron miért adná bárkinek gyűrűt, etc., etc ezt ott vissza tudjátok hallgatni. Annyit még mindig fenntartok, hogy azért az valószínűbb, hogy nem a út szélén ülő koldusnak adja oda a gyűrűt, hogy, mert onnan neki sokat tovább fog tartani, fölmászni a létrán akkor is, hogyha segíti, mint valakinek, aki már amúgy is közel van, csak nem jut oda. Pont emiatt gondolom azt, sokakkal ellentétben, hogy Teóból nem fognak nazgút csinálni mert hogy szimplán emiatt, hogy gyerek, miért neki adna a gyűrűt, érted? Hogyha tényleg egy, egy senki és egy kisgyerek. Hát még kisgyerek, de azért még, hogyha kiszámolod, hogy még, még 8 évig fog tartani a maradék 4 évad, addigra már felnő, nem a színészre gondolok, hanem már te mint a karakter. Hát jó, de a karaktert is el kell játszani valakinek, hogyha 25 évesen fogja játszani, nem játszott 12 éves. Tudom, de most itt tereled a témát. <laughs> Tehát mi, mi, lenne a, az indok arra, hogy egy gyereknek ad a gyűrűt? Azon kívül, hogy mondjuk láttad, hogy a korrupcióra fogékony már, és akkor ezt ki akarod használni. Mind, min, mindegy. Parazonfia, én arra még gondolok, hogy őt ellövik, illetve hogyha megtörténik az, amit neked már így a személyes beszélgetéseink során többször mondtam, viszont szerintem egy adásban sem hoztam még eddig fel, az az, hogy ebbe a kilencbe beemelnek nőket is. Nincs leírva a könyvben, hogy így konkrétan, hogy a, a Nazgulok között nem volt nő, mert hát ugye angolul mortal man, Hát az jelenthet embert is, hogyha. Igen, igen. Addig akarjuk csavarni, hogy. De hogyha valaki ismeri Tolkien munkásságát, meg azokat a műveket, amiből inspirálódott, akkor pontosan tudja, hogy ez, ez nem elképzelhető. Elképzelhető, csak nem valószínű. De igen, meg hogyha úgy végignézzük azokat a műveket, meg azt a mondavilágot, amiből, amiből inspirálódott, akkor azért azt megállapítható, hogy azok kicsit patriarchálisabbak, mint ahogy a mostani világképhez képest, vagy nem tudom, hogy, hogy fogalmazzam. Tehát kevesebb bennük azért jócskán a női hős, még akkor is, hogyha van, vagy az ilyen női főszereplők. Ettől függetlenül nyilván nincsen leírva, csak hogy úgy az embernek, ha olvasta a, műveid, a műveket, akkor nem, nem erre a szociál elsőként tegyük fel, hogy behoznak női nazgulokat, akkor Earyen-t is nagyon könnyen közéjük ránthatják. Túl szép lenne, hogy Elendil három gyermeke közül mind túléli Numenor bukását. Meg láttuk, hogy Éjárien ilyen építész, és én pedzegettem azt, hogy Morgott templomát esetleg Numenoron ő fogja felépíteni. Jelenlegi hozzáállásával viszonylag ellenezte Isildur és apja cselekedeteit, amikor közé fölére mentek. Tehát számomra ő még nincs egy olyan szereplő, akit, akire azt tudom mondani, hogy nagyon hűségesek oldalán áll. Nekem olyan érzésem van, hogy ő ilyen direkt az életbe hozva, hogy legyen kinek elsüllyedni a szigettel. Én is hasonlót gondolok csak kicsit megfűzerezve azzal, hogy... Hát igen, hát hogyha ettől függetlenül ez még ki van emelve, hogy ő nem ide tartozik, és úgy elsüllyed, úgy van neki meg a, az a szimbolikája, hogy miért maradt ott. A családja a maradék sorsát pedig ismerjük, bár itt is mondanám azt, hogy Anárionnal kavart a sorozat, de igazából nem, mert Anárion szerepe nagyon-nagyon minimális Tolkien műveiben. Tehát most az, hogy így bevezették ezt az apja közti feszültséget és Iszildur támogatását, erre nem mondhatjuk azt, hogy ez karakteridegen, meg, mert pont ezért, hogy, hogy például az ők szerepe egy olyan dolog, amit a sorozat nagyon szépen ki tud bontani, hogyha az írók rendelkeznek a megfelelő kompetenciával mert tulajdonképpen annyit tudunk róla, hogy ő fogja fenntartani Szauron erőjét, amíg Isildur Minasitil bukása után az apjához hajózik, majd Baradur ostrománál fejbe vágja egy kő, és akkor annyi volt. Amit valószínűleg kicsit epikebbre fognak megcsinálni ennél, Igen. de... Bár, bár ugye ami eddig, ami ilyen körítést kapott, vagy nem körítés, hanem ami ilyen kis kis mítoszt maga köré, így az első évadban, nem tudom, hogy azért volt-e, mert hogy csak nem, csak nem fér volna bele az időbe, és ezért csak ennyit beszéltek róla, vagy, vagy volt neki direkt egy ilyen építő jellegű előpetítése, az alapján úgy gondolom, hogy ő fontos karakter lesz. Nem pedig csak bejön majd, és akkor ez két jelenete, aztán egyszer csak meghal. És őt ki is hagytuk a felsorolásból így utólag visszanyúlva anárjon én még oda tenném, akit a második évadban meg kell mutatni, hogyha nem is kap nagy rivalda fény, de hogy legyen ott, főleg azért, mert tényleg fontos neki a testvére, akiről azt hiszi mindenki, hogy halott. Tehát, hogy emiatt is szerintem neki meg kell jelennie. Igen. Bár gondolom, hogy ugye az ő legalább annyira meg kéne jelennie, hogy a harmadik évadban, mikor majd ugye Numenoron lesznek azért feszültségek, nem is a harmadik, de a harmadik évadba. Vagy a negyedikbe? Most már nem elfelejtettem, hogy hogy osztottuk föl, hallod. mindegy, amikor Sauron Numenorról lesz, akkor biztos, hogy lesznek ott feszültségek, tehát és akkor ugye ő, mint a egyik a hűségeseknek fel kell, hogy legyen építve, mivel fontos karakter. Általa megismerhetjük Anduniet is. Numenor nyugati oldalának kikötőjét, olyan hűségesek központja volt, ide látogattak be a tündéktől Ereszáról. Nem csak Anárion, hanem ahogy mondtad, magukat a hűségeseket is bevezethetik a történetbe, illetve szerintem, hogyha például azt nézzük, hogy miről tud szólni akkor a Numenóri történetszel, itt elkezdhetik azt, amit beszéltünk, hogy amúgy olyan 1500 év kellett hozzá, hogy kialakul a két tábor Numenoron belül, így azt már be tudják hozni Tar palantír halálával, hiszen akkor ott van Miriel, aki megvakult, kérdéses, hogy alkalmas az uralkodásra, kérdéses az, hogy a Numenóriak támogatni fogják-e a hadjáratot Sauron ellen középföldén, és kérdéses az, hogy Arparazon hogy játsza ki a kártyáit. Arparazon elvileg hadvezér lenne, a sorozatban szerintem ezt elengedhetjük, és akkor inkább erre a politikusai oldalára kell ráfeküdniük, amit meg itt kezdhetnek megágyazni. De hogy egyébként az ő karakterétől, ettől a hadvezéri szereptől eltekintve én annyira nem félek, mert amit az első évadban láttam, az, az nekem tetszett. Tehát főleg amikor a tarp halálát is megkönnyezt, és nem feltétlenül, a személye miatt, hanem a halandóság, hogy ez az ő sorsuk. Illetve volt az a rövid párbeszéd a fiával, ezt szerintem ő egy viszonylag eddig kompetensnek ábrázolták a sztoriban. Igen, ugye épp ez a halandóságnak a, a kérdése miatt sajnálom, hogy ennyire összenyomták az idővonalat, hogy legalább egy generációt hagytak volna kihalódni idézőjelbe, hogy látszódjon az, hogy lehessen érzékelni a TB képernyőn keresztül is, hogy a tündék nem változnak, míg ott megöregedtek, meghaltak, és már van egy új felnőtt generáció is legalább. És ezzel megoldhattad azt is, hogy miért kell stábot cserélni. Mert egyszerűen meghal a stáb. Mármint nem úgy, hanem a, a sztori szempontjából. Hát igen, így lehetett volna karaktereket is variálni, de ez a hajó már elment. Hát el, meg aztán, tudod, ez, ez még több gond, hogy jó, akkor most újra felépíteni új karaktereket, azokat megszeretetni a nézővel, tehát itt... Láttam már olyan jó sorozatot, ami rendszeresen kinyírta a népszerű karaktereit, és, és egy nézett sorozat volt. Hmm, mesélj még, kérlek. Figyelj, egyébként eddig nagyon sok most a gyűlölet, hogy egyszerűen nem tudnak írni, meg stb. stb. Ezt én nem mondanám így mert tehát például a sok utalás, így utólag a beleriandi háborúk. Tehát, hogyha nem ismernék az alapanyagot, nem feltétlenül ilyen képkockákat mutogattak volna nekünk, meg nem feltétlenül olyan iszteregek lettek volna a háttérben, amilyenek. Az más kérdés, hogy mekkora szabadságot engednek meg maguknak. És megint más az, amit te mondtál, hogy nagyon sok mindent meg lehetett volna másként is sokkal könnyűbben oldani, úgy, hogy hasonló hatást érjen el, vagy hasonló hatást töltsön be a narratívában. És akkor így igazából el is érkezzünk, vagy hát nem, még nem, még, még visszatartom magam, de akkor Elendil szelepéről. szerepéről, én kicsit féltem attól, hogy Iszidur halála miatt mégis elpártol Miriáltól, de ezt ugye láttuk, hogy nem következik be, tehát szerintem mindentől kezdve nem számíthatunk egy nagyobb párfordulásra, hiszen ezután a tragédia után fura lenne, hogy jó, meghalt a fiam, maradok hűséges, aztán történik valami, jó, most már nem vagyok hűséges, és szerintem ez megmarad. Miriel szintén érdekes, hogy mit kezdenek vele, ugye a könyvben egyáltalán nem így játszódott le a sztoria, ami ugyanúgy valószínűleg Numenoron fog véget érni, és emellett végül ott van Isildur, aki ott maradt középföldnél. Puh. Igazából, igen, hát Isildur nyilván nem hal meg. Azt egyébként, hogy mit kezdenek vele, azt nem tudom. Nem tudom, hogy miért kellett ott hagyni. Kíváncsi leszek, hogy mit hoznak ki belőle, mert én még semmi olyat nem tudtam magamnak kitalálni, amivel meg tudnám indokolni, hogy ez miért volt jó. Most megint olyan, mint a Voldrig. Valamiért ott kellett hagyni tehát ez nem az a sztori, hogy a nézőkkel el tudod játszatni azt, hogy mint például Witchernél az Eszkel halála, hogy videójátékosként megdöbbentett, hogy meghalt. Tehát, hogy ezt nem tudod eljátszani, mert mindenki tudja, hogy Isildur nem ott hal meg. Tehát nem a meglepetés miatt hagytad ott, hanem amiatt, hogy a ő feltételezett halála milyen cselekményeket indít el Numenoron a családja körében, illetve neki valamit csinálni a kell hát, földre. ugye, hát nekem is megvan, hogy valamit, <laughs> meg hogy majd valami értelmet csak adnak neki, csak nem tudom, hogy mi az a valami, mert nem, egyelőre nem látom, hogy mi az, ami ő olyan horderejű tudna ott csinálni, hogy ezt így kellett megoldani, nem tudom. Figyelj, az egyértelmű szerintem, hogy a lova menti meg. Tehát abban megegyezhetünk. Hát ez sanzos. Igen, tehát megmenti a lova, és utána, ahol szerintem őt el lehet rakni, az a délföldiekhez, és akkor, mit tudom én, úgy össze lehet kötni, hogy megismeri azokat a területeket, ahol később Anárionnal együtt megalapítják gondort. Kikötnek, a vihar odasodorja őket középfölde ezen tájára, akkor nem lesznek teljesen vakon. Hát igen, ez tényleg el is lehet képzelni, csak olyan furcsán, vagy hogy mondjam, nem tudom elképzelni azt az izgalmat, ahogy majd végignézzük, hogy ő. Mordorból kijön a hegyeken keresztül, és lesétál Pelárgírba mondjuk. Hát, hogy nem látom benne azt, hogy ebbe, itt tudom én, óriási sztori kerekedne ki ebből. Tehát valami ott történni fog, csak nem tudom, hogy mi. És hogyha az ilyen belső karakterfejlődés lesz? De majd meglátjuk, szerintem ez, ezt, ezt legalábbis én biztos nem fogom tudni megfejteni. És hogyha letudtuk tudtuk a kérdőjelét, akkor ott van egy másik baromi nagy kérdőjel, ami rávezet minket a törpös száram, hogy mi a francot fognak kezdeni azzal a barokkal. És én hm. még mindig tartom magam azt, hogy oké, okay, hogy service, de hiba volt felébreszteni már az első korban. Másod? Már, bocsánat, bocsánat. Hiba volt felébreszteni már a másod korban, ilyen hamar én még mindig abba bízok, hogy ilyen, amit beszéltünk is egyszer, hogy ilyen, tehát nem az lesz, hogy odáll eléjük, és akkor nesze, megölök most közületek százat, és sose vissza egy gyertek, hanem valami, tehát olyan lesz, hogy bányáztak majd, mit tudom én, eltűnt a Józsi, és így csak így mindig ilyen érdekesége fognak történni, hogy valaki eltűnt, ilyen olyan, mit én, mint az omlások, meg ezek. Csak úgy, 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 ott lesz, te tudni fogod, hogy ott van, és ez igazából neked, meg mint, tehát, hogy mondjuk valakinek, aki mondjuk nem, nem látta akár a filmeket, mert most született tíz évvel ezelőtt, és még nem látta, akkor neki legyen egy olyan, hogy ő tudja, hogy ott van, mint a horror hogy hogy ha oda mész, akkor baj fog történni, de a karakter mégis oda megy. Á. És ilyen, én abba bízok, hogy ettől komolyabb nem lesz. Jó, figyelj, oké, okay, Józsi meghal, Józsiért nem kár, vagyis nyilván kár érted, de most nem kár. Vajon idősebb Durinért kár-e? És bejátszák azt, hogy Durin veszte, több Durin veszte lesz. Hát most, hogyha, ha nem derül ki, hogy hogy, akkor azt én el tudom fogadni azért kell kezdeni valamit az idős Durinnal is, hogy az első évad végén tisztán látjuk, hogy ő elzárkózik a tündéktől, és megfosztja az ifjabb Durinunkat a címétől. Viszont ha behozod a Nárvit, és ugye megcsinálja a kaput, akkor az pont azt mutatná, hogy a tündék és a törpök közt erősödik a viszony. Viszont jelenleg az öreg Durin kormányzása alatt nem azt látjuk, hogy ebbe az irányba vennének el a dolgok illetve azt se tudom elképzelni, hogy egy egész évadon keresztül a, fiatal Durin az úgy ott marad, hogy igazából nincs hatalmon és nincs se címe, se rangja. És érdemi szerepet tudjon betölteni. Hát ez majd kiderül. Aztán sokféleképpen el tudom képzelni, hogy mi éri a harmadik Durint. Meghalhat abban is, hogy öreg meghallhat abba is, hogy tényleg oda megy, aztán egyszer csak valami történt, senki nem tudja mi. Abba bízok még, hogy a barok ott azért hozták be, hogy majd a harmadik vagy negyedik évadban, amikor a törpökkel olyan nagy dolog nem történik, hisz bezárkoznak az addomba a region után, akkor legyen valami, amit az ő is lehet haladni, és akkor mondjuk itt kicsit, ahogy te mondod, ilyen rejtélyesebben aktivizálódik a barok, vagy ami szerintem még egy menő dolog lenne, hogyha behoznák a Gundabadot, és akkor azzal foglalkoznák, mert ugye Gundabadot is el kell foglalni a Sauronnak, majd a region után, ami egy szent hely a törpöknek, hiszen Durin az ősatya az itt ébred fel elvleg az ő mondáik szerint, tehát hogy ez még egy érdekes, hogy, hogy akkor a törpök szállát kicsit szétbontani, hogy, hogy Gundabadra is átviszik, illetve hogy akkor a hét törp nemzetség, hét törp királya, stb. 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 Tehát, hogy meg ugye itt van benne az Mitril. Ahogy mondtam korábban, hogy az a problémám, hogy azzal, hogy varázserőt adtak neki, azzal vagy azt kell csinálnod, hogy megmagyarázod, hogy az, az összes Mitril miért veszti el a varázserejét, és vagy ezt konzisztensen fenn kell tartanod. Nekem még mindig van egy elméletem, amit a következő adásban elmondok. A Mitril-el kapcsolatban? Igen. Igen, akkor én is ott fejtem majd ki, mert nekem is van erre egyfajta elméletem. Hát akkor, ami még történet szállunk maradt, azok a tündék és szauron, de ahogy nézem itt a felvétel hosszát, meg a fáradt fejedet, szerintem ezt napoljuk el egy második alkalomra. Amivel én zárnám, az a spoileres spoileres rész, hogyha már beszéltünk az új szereplőkről, akkor kicsit kinyitnám a bicskát, és megnéznénk azt, hogy mi az, ami kiszivárgott. Ismételten most spoileres rész következik, hogyha ezt nem szeretnéd meghallgatni, akkor köszönjük, hogy velünk tartottál, és, és várunk vissza a következő részre ahol Sauronnal és a tündékkel fogunk foglalkozni egy kicsit üzetesebben, nyilván még mindig a sorozat vonatkozásában. És akkor doppelgést! Jó, spoiler-spoilers részek, két karakterről hallottunk eddig információkat, mindkettő csak ilyen service szinten fog megjelenni, tehát valószínűleg úgy, mint a barok az egyik a banyapók, másik a. Imre, vélemények. Nem feltétlenül tartom egyiket egy se jó ötletnek. Leginkább azért, mert nincs végtelen idő. Mert egyébként a bombadéltomáról bármit megnéznék gyakorlatilag. De itt nem biztos, hogy feltétlenül látom, hogy hova kéne őt beilleszteni. És miért? Banyapóknál pedig. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy neki bármi jelentősége lenne ebbe az egészbe. Amiért szintén be kéne rakni a helyet, hogy azokkal a karakterekkel foglalkoznának abba az időbe, akiknek van jelentőségük erre a történetre. Oké, okay, van jelentőség, de szerintem ez mindkettő olyan karakter, amit el lehet játszani arra, hogy nem kell velük részeket foglalkozni, hanem mondjuk egy részbe 10 percet. Hát de igen, hát, hogy... de az ugye ez már egy résznek az egyötöde jó, ez is igaz. De, hogy mondjam, én a banyapók ott el tudnám képzelni, és itt visszacsatolva az, hogy mi történhet Isildurra. Igen, erre gondoltam én is, hogy ott, ott, ott el lehet képzelni, hogy ott valami történik majd. Én banyapókot így lehetne, hogy vagy Isildurral találkozik, vagy pedig másik a két megoldás, hogy egyrészt csak úgy Sauron felkeresi, hogy hello. Másrészt, amire én gondoltam, de ugye most már spoiler szekcióban vagyunk, tehát erről beszéltünk, hogy én azt hittem, hogy Sauron, ahogy visszatér Mordorba, az első dolga az lesz, hogy kicsinálja Adárt. De tudjuk, hogy Adár hadvezére lesz az eregioni háborúban, legalábbis az eddig kiszivárgott infók alapján, és például azt gondoltam, hogy akkor az Adárt így rituálisan feláldozza a banyának, és akkor ezzel kötik meg azt az alkut és szövetséget, ami hosszú-hosszú évekig -hosszú fog tartani. De mivel ez nincs, mondjuk egy Voldriget még mindig oda dobhat neki, de annak meg értelme nincs. Tehát, hogy a banyapókot én inkább Isildurhoz kötném, semmint Sauronhoz, bármennyire is hülyén hangzik ez így. De, de, szerintem az ő történet nagyobb értelme lenne. Bombadilnál pedig egyrészt hogy az eregőnői háborúk eregőnőmben zajlanak, ott, ott él ő is. Kicsit konkrétabban én úgy tudnám, hogy szerintem a nem tudom, a menekülő Elrondnak ő ad útmutatást Völgyzugaj megalapításához, mert arra van utalás a gyűrű hogy Elrond és Bombadil találkozott és ismerte egymást. Oké, hogy csak elejtett szavak, de ugyanebből az elejtett szavakból hozták ki az alkotók ugyanazt is, hogy Galadriel és Sauron ilyen közel állt egymáshoz, mint az, ezt az első évadban mutatták. Hát csak hogy igen, de mit keresett volna az öreg erdőn kívül? Akkor nem, nem tudom. Ez már olyan, hogy nem, nem tudjuk mi jár a fejükbe, mivel kapcsolatban. Én biztos, hogy kihagytam volna. Ha lehet, akkor mind a kettőt. Azért, hogy a több, többieknek nyeljék perceket, aztán lehet, hogy tök jó fog elsülni, és azt mondom, hogy megérte. Legyen igazad, és legyen ez a végszó. Reméljük, hogy megérte. Reméljük, nektek is megértem most ezt az adást végighallgatni. Igyekszünk feltámadni, és jönni az újabb, illetve régebbi tartalmakkal. Egyébként elméletileg ennek az adásnak már jobb hangzásúnak kéne lennie, mint legutóbb. Ugye a balinos legutolsó kiadásuknál nagyon sokan megígéztétek, hogy ott a hanggal problémák vannak. Ezt azóta próbáltuk orvosolni, aztán majd meglátjuk, sikerült e találkozunk legközelebb, és tényleg remélem, hogy ez a legközelebb mi hamarabb lesz. Addig is minden jót nektek, vigyázzatok magatokra, és jövünk majd Sauronnal. Sziasztok! Sziasztok!